Ez a két tájékoztató füzet a Panasza van segítünk elnevezésű kampány legújabb kiadványa. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 4 éve indította útjára programját, melynek célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat a legfontosabb fogyasztóvédelmi ügyekben. A 7-es és 8-as számú kiadványokat a Baranya megyei kormányhivatalban mutatták be. Az egyik füzetben a közműszolgáltatás ki- és visszakapcsolásának szabályairól tudhatnak meg többet az olvasók. Azoknak szól a kikapcsolásról szóló füzet, akik valamiféle gondba kerültek a fizetéssel, nem időben fizették meg a számlájukat, és bizony megkapták a szolgáltatótól azt a levelet, amiben már a kikapcsolással fenyegetik meg őket. Nos, hogy itt ebben az esetben mi az, amit tehetünk, és mi az, amit javasolunk, erről szól az első füzet, a második pedig a társasházak elszámolási rendszereiről. A második füzet is nagyon aktuális, hiszen Magyarországon több mint 4 millióan laknak társasházakban, tette hozzá Zsolt. A hivatal azt javasolja, hogy ha lehetséges, minél többen legyenek közvetlen kapcsolatban a szolgáltatókkal, vagy pedig olyan mérőórát szereltessenek fel, ami hiteles és pontosan méri a tényleges fogyasztást, emelte ki a szóvivő. A kiadványok az mekh.hu oldalról is letölthetők, de a megyei kormányhivatalok segítségével papírformában is hozzájuthatnak a fogyasztók. A sajtótájékoztatón bemutatott kis anyagok, füzetek itt maradnak a hivatalunkban. Ezeket a kiadványokat itt is meg lehet kapni, illetve minden ügyfélszolgálatunkra eljutatjuk rövid időn belül. Értem alatt a 10 járási hivatalunk ügyfélszolgálatait is. A következő héten már megtalálhatók lesznek a füzetek a járási hivatalok ügyfélszolgálatain. Mint azt a kormányhivatal főigazgatója elmondta, felhasználói és szolgáltatói oldalról is pozitív visszajelzések érkeztek a korábbi kiadványokkal kapcsolatban, így fontosnak tartják, hogy továbbra is készüljenek ilyen tájékoztatók.